Sziasztok! Megérkeztem New Yorkba, éppen a Times Square-en vagyok. Itt van egy ilyen hatalmas lépcső, amire le lehet ülni, én most itt állok a szélén, és próbálok túlkiabálni minden embert, mert iszonyat forgalom van, hogy itt látjátok mögöttem. Nem is tudom, hogy hogyan foglaljam össze az elmúlt két napot. Igazából a repülővel minden rendben volt, ami Lisszabonból ide New Yorkba hozott. Kaja jó volt, igazából annak ellenére, hogy én ilyen repülőutakon dedalomfogyasztó vagyok, nem aludtam semmit, mert megnéztem egy másfél filmet, játszottam azon a képernyőn, ami a széknek a hátámlájában van. Igazából videót vágtam, ilyesmi, úgyhogy jól elfoglaltam magam. Este mikor? Hát 8 előtt értem a New Yorki JFK reptérre. Igazából azt hittem, hogy ilyen brutál ügyintézési idő lesz a vámnál, a papírok miatt, meg mindent, de igazából az egész sorbanállás, az, hogy oda mentem a pulthoz, hogy megnézték a papírokat, adatokat, mindent, ez így összességében egy óra volt. Utána gyorsan fölvettem a bőröndöket és irány a szállás. Úgyhogy maga a várakozás volt sok, utána ennél a ügyintéző emberkénél talán 5 percet töltöttem, tehát nem volt egy nagy dolog. Előtte nagyon sokat készültem arra, hogy maga az országba való beléptetés, maga ott a sorban állás a reptéren, az 2-3 óra, főleg New Yorkban ne jöjjek, mert az órákig tart. Ehhez képest bőven egy órán belül volt, és ebben már benne volt az is, hogy a repülőről, amikor leléptem, és ahogy fölvettem a bőröndöt, ez benne volt egy órába. Úgyhogy hagyjuk már kérem azt, hogy itt azért mennek a dolgok, kicsit néha úgy látszik, hogy hektikusan és túlbonyolítják, meg olyan, mintha tényleg nem lenne senki se képbe, de valahogy mégiscsak működik. Kaptam egy pecsétet a útlevelembe, aminek rendkívül örülök, de magát a zöld kártyát azt majd másfél-két hónapon belül fogják postázni. Megtörtént az első belépés, regisztrálják, és akkor innentől kezdve ketyeg a dolog. Igazából arról még nem nagyon beszéltem, hogy ez a vlog, ez hogy lesz, mint lesz, miről szól, stb. Az a lényege ennek, hogy mivel én még tavaly megnyertem a zöld kártyát, ezért én elindítottam ezt a folyamatot, ami több mint egy évbe tellett, mire én ide eljutottam. Sok mindenen mentem keresztül, de most végre itt vagyok New Yorkban, aminek rendkívül örülök, bár egy kicsit fáradtnak nézek ki, ahogy most nézem magam a képernyőn. Na mindegy. Úgyhogy itt tervezem a következő fél évet biztosan. Hazamenni Magyarországra nem nagyon szeretnék, kivéve, hogyha valami nagyon extra dolog történik, de nem hiszem, hogy lenne olyan, ami engem hazahúzna a látogatásokon kívül. Úgyhogy az én jövőbeli terveim Amerikához kötnek. Így most első körben New York, de természetesen nem zárom ki azt se, hogy bármilyen más államba szerencsét próbáljak. Úgy voltam vele, hogy ha már kaptam egy ilyen lehetőséget, akkor New York az, ami mindenképpen bakancslistás, tehát úgy Amerikában élni, úgy zöld kártyát kapni, hogy nem éltem New Yorkba, ez így elképzelhetetlennek találom, úgyhogy ha New York kitaszítana magából, és nem tudnék itt boldogulni, akkor is ezt a pár hónapot magamnak tudhatom, és nekem ez is már bőven elég. De legyünk pozitívak, remélem, hogy itt maradok. Egyébként, hát ez a sztori, és erről szeretnék igazából egy ilyen vlog sorozatot csinálni, a itteni életről, hogyan illeszkedek be, nagyon sokat szeretnék várost nézni, akkor a mindennapi dolgok, a vásárlás, az ügyintézés, a kajálás, a ruhák mosása, minden mindent beszeretnék igazából mutatni, mert én annyira közel áll a szívemhez ez a világ, hogy sokan kérdezik mindig, hogy miért pont Amerika, miért pont ezt szeretném, de egyszerűen nem tudom megmondani. Most jön egy autó, jön egy mentő, vagy nem, polisz, úgyhogy most várok, amíg ez elmegy. Szóval sokan kérdezik mindig tőlem, hogy miért pont Amerika, miért pont ide. Igazából ezt szeretném ezekkel a vlogokkal bemutatni, hogy nekem mik ezek a pillanatok, mik ezek az élethelyzetek, amik miatt én már régóta ide kivágytam. És remélem hasznos lesz másnak is. Meg hát szeretném megörökíteni az itteni pillanataimat. A mai nap az azzal telt, hogy már megnéztem egy lakást igazából bérelni, nem New Yorkba, hanem Jersey Citybe. A bankszámlát is kellene nyitni, az is a mai nap terve, illetve telefonkártyát, illetve mint meg tudtam telefont beszerezni. Még ha ezeket ma nem is sikerül elintéznem, sok információhoz jutottam, úgyhogy a folyamat elindult, de nehéz lesz. Egyébként az az érzés, mikor följössz először a metróból, és meglátod a felhőkarcolókat, amik feléd nyúlnak, és megérzed New Yorknak az illatát, meghallod a zaját, hihetetlen, hihetetlen, imádom. Tehát, ez az én világom. Hát ennyi. Megyek tovább. Ja, és bazi meleg van. Kánikula van. Igazából hétvégére esőt mondtak, pedig a Central Parkba akartam menni. Hát meglátjuk. Vennem kell esernyőt. Ennyi.